Isti. Második videó. Yes. Na sziasztok gyerekek, British cuccok, második rész. Szervusz Patrik. Milyen rész találkoztunk. Szevasztok. Szervusztok. Még mindig Nagy-Britannia szerű eljárásban. Együnk. Walkers. Johnny Walkers. Amúgy nem Johnny Walkers, mert csak Walkers. Sétálók. Sétáló cuccok. Ez Fresh Taste Guaranteed van rájön mikettőre. Ez sajtos hagymás. Ez pedig ketchupos. Krumplis ketchupos. Na nézzük. Na, akkor tényleg. Meg. A kedvenced, a legjobb fogtad ki. Paradicsomos. Ja, nem ketchupos, paradicsomos. Paradicsom ketchup. Walker. Ó, hát ez ilyen nagyon, nagyon standard szerintem. Aha. Na, de jó az. Ez jó. Nagyon, sajtos nagyon gazdag ketchupos íze van. Nagyon gazdag paradicsomos íze van. Megileköplek. Tehát, hogy igazából ez benne van az ilyen kóstolós videókban. Ennek olyan, ez olyan nagyon finom az is, de olyan semmi. Ez nagyon extra. Standard, ez olyan, az, mint, igen, egy, mint egy Lace vagy bármelyik magyar. Fokhagymás sajtos. Így van. Egyébként ezeket a cuccokat köszönjük szépen a Tejpékáru Kávé The Grocery Boltnak. Facebookon ott vannak. Itt van lent a leírásban a link. Minden fasza. Race, mit hoztál? Yeah, Damjanic motherfucker street, man! Damjanic street, bitch! Mit hoztál? Yeah. Hoztam. Itt lecsörel, madafaka, hát szerintem... Egyél természetesen cukormázzal. És így aztán van. Kettő, és fajta, kettő van. Fajta van. Igen, ez kérlek szépen a gyerekek, ez ilyen egész mogyorós és tök magokkal. Várjál, gluténmentes, mandulás, sárga barackos műzliszelet joghurttal. Aha, ez gluténmentes, datojás, diós, tök magos műzliszelet. Nem semmi. Na, szerintem felezzük el. Jó, jó. Ja, tehát török neked. Jó, hát inkább mindig elfelezzük, mert ez olyan gazdag étel, hogy... Oké, okay, ja, hogy, ja, hogy így gondoltad. Most akkor persze, mi van? Persze, egyet csak. Ja, ért, akkor... Menj a francba. Na, én megkóstolom először ezt a tök magosat. Oké, okay, én is. Hát ez, ebben minden van. Ez nagyon gazdag. Van benne mazsola is. Van. Hát, igazából gyerekek, nagyon hasonlít a Magyarországon is kapható műzliszeletekre. Tehát nem egy nagy meglepetés ez az egész, de nagyon-nagyon gazdag, tehát tényleg tele van mindennel. Most van itt az a másik, ez milyen volt? Ez joghurtos, gluténmentes, minden van benne. Oké, hát akkor fingani nem fogok tőle, nézzük. Nem is tudom, hogy te meg tudod enni az ilyen műzliszeleteket. Miért? Nem, mert a franc tudja, mindent kikasz. Megmondom, nekem ez a sima jobban nézik, mint ez a joghurtos. A joghurtnak a sokikba hányás íze van? A következő csesudiós, gluténmentes szelet, madafaka. Nézom, valamint Maltesers, Teasers. Ezek ilyen csábító, csalogató kis darabok. De milyen a csomagolása? Azt mondja, tejcsokoládé, ilyen a csokoládé, de nem mutattam egyikim. Tejcsokoládé, ami zöldség zsiradékokat, vagy olajat tartalmaz. Wow, oda néz. Aztam. Na, mik ezek a keblek? Nézd meg, cicik. Aztam. Ezek dekoltások, gyerekek, kis dekoltások. Kezdjük azzal? Aha. Jó, akkor a dekoltás később van. Nézzük el. Ebben van dió, és az jó. Ezt így beleharapni egyébként nem kellemes. Nagyon, nagyon szilárd állaga van, nagyon tömény, de azért puha, de ilyen nagyon-nagyon meg van pakolva dióval. Hogy a dió hiányod van. Aki szereti a Twinkies-szerű annak ez egy lighty. Igen, igen, a Twinkies-hez képest ez van a light, a Twinkies-hez beteg volt. Na, nézzük a dekoltást. Kömves dekoltás. Fekete cicis nő. Lehet, hogy az Iri Mafiának a énekes nője. Na, nézzük, az a széna. Nézzük. Gyerekek, ez teli találhat. Igen, de nekem az előző részben a keks az jobban íz le. Az a kör alakú. Igen? Uh-huh. A Milkának van most az a sós kekses Milkája. A tábla. Picit olyan, mondom, hogy ilyen kis golyó, keks golyók. Uh-huh. És ilyen jó ropogósá teszi az egészet, az alsó rétegem. A felső rétegem meg ilyen töményebb tejcsoki, de az a minőségi tejcsoki. Nagyon király. A következő az a Schweppes-nek Schweppes a két itala. Ez ilyen citrusos, ez pedig ilyen citromos. Na, prosszit! Ez meleg, nyári napokon tök jó. Ennek van egy olyan íze, igazából ez is olyan szénsavas, mint a Schweppes-ek általában. Kicsit keserni, cserélj.
tesernyi és ennek is. Tehát jön bele ez a citrom íz, utó íz. Beüt a végén, de ez a citrusos erre kíváncsi, ebben szerintem van mindenféle amúgy. Aha, lemon, lime és narancs. Ez van benne, ez meg elég csak citromos. Aha. Ez jobb. Elejtettem a kupakot. Mindegyik kicsit ilyen keserű. De van benne ez a keserű is, tehát nem, nem én úgy... Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy ezt nyáron iszom. Nyáron isszuk, behűtve. Ja. Olyan íz van, mint egy ilyen, mint hogyha mondjuk, mit tudom én, egy ilyen fröccsnek? Alkoholmentes fröccs? Nem. Alkoholmentes, és nem bor alapú fröccs. Ilyen mustos valami. Hát, az majdnem az. Mint hogyha egy ilyen citrom, mondjuk citromlé, de ez a természetes citromlé lenne felhigítva szódavízzel. Igen. De nagyon jó, ez viszont szerintem jobb. Ez csak egy citrom, ez azért jobb. De nagyon kiállítik a sváb citrom. Közre sincs a Magyarországon kaphatóhoz. Igen. Megyek, felveszem a kapat. Ez Angliába kapható elvileg csak TikTok. Ez milyen íz egyébként? Ilyen lime-os és... Hát ez lime-os és narancsos. Lime és narancs. Vannak itt még kis csokikáink, egy ilyen... Nem is tudom, hogy kell kiállítani. Nugged? Vagy Nugged? Berry Delight. Van itt egy KitKat Chunky mugyróvajas KitKat. De ez mi? Ez rágógumi. Kérlek, hát azt majd a végére szerintem, amikor majd kiszedjük a darabkákat a fungból. És egy Dime. Egyébként ilyet én már ettem. Magyarországon kapható Dime-os Milka is. Illetve az IKEA-ban lehet kapni Dime csokit. Én ezt ettem már, ez baromi jó. Ezt neked fogom meghagyni. Kíváncsi, mit fogsz hozzászólni. Jó, akkor kezdjük a TikTokkal. Jó, kezdjük a TikTokkal, nézzük. Valahogy úgy kéne, hogy mix legyen. Tudod, mi jut eszembe a TikTokról mindig? Főleg most így karácsony idején. Láttad a ereszkésnek betörők egyet? Igen. Amikor odaadja neki a Mikulás, hogy nem menj hozzá üres kézzel, azt ad neki három TikTokot. Az kösz Mikulás, bazd meg kb. Nem emlékszik, mindegy, de nézzük. Mint a gyógyszer. Hát ez standard. Ez nagyon finom, de gyakorlatilag ugyanaz íze, mint a magyar TikToknak. Mondjuk ez a lime egy kicsit olyan, amit még nem éreztem. Na nézzük ezt a Chunky KitKatot. Úgy gyerekek, és rendesen elkülönül a mogyoró vaj réteg ott fent. Hogyha szeretik a mogyoró, szerintem ez baromi jó lesz, nézzük. Mogyoró vaj. Meg ugye az ostya rétegek. Igen. Már ugye igazából tényleg úgy képzeljétek el, mintha a rendesen magyarszon kapható KitKatbe lenne mogyoró vaj. Nagyon zsír. Fincsi, nagyon. Bejön. Daim. Én ettem már, de azért ezt egy kicsit imádom. Nagyon kíváncsiak, mit fogsz hozzá szólni. Igazából az egész csokiban van egy nagyon vékony tejkaramell a rétege van körbevéve, és belül az egész karamell, tehát hogy egy ilyen, vagy tejcsoki réteg. Ez jó. Ugye milyen jó? Viszont nagyon, tehát ekkorában, hogy egészet megeszed, az már kicsit csok lesz. Tömény az. Aha, igen. Tömény az, de... Ez az a csoki, hogyha az osztálytársait kérnek tőled, akkor kicsit adsz nekik és elég. Igen, igen. De nem is tudom, hogy lehetne definiálni ezt a karamellt benne. Kicsit a török méz. Hogy ilyen kemény, ropogós karamell. Tehát ez a keményre csinált. Ez meg, hogy mi ez? Megfogyasztott? Vagy nem, ez? Hát ez ő. Hogy vagy ez meg zselatintott? Cukor megőrült. Cukor? Hát karamellizált cukor. De az hogy lesz ilyen kibaszottan kemény? Hát beleteszed a cukrot a izébe, az elkezd megolvadni. És akkor nem is tudom már mit, én csináltam régen ugye. Tudom, azért kérdezlek, mert ebbe te ebben szakmabeli vagy. Hát az a lényeg, hogy... Vagy lennél? Nem, tudom, meg kell olvasztani a cukrot, és olyan lesz. Berry Delight, nyisd ki, nézzük meg. Én erről semmit nem tudok az ég egy világban, sose ettem még ilyet. Úgyhogy... Én se. Semmiféle illata nincsen. Kell ebbe ez a szamóca, vagy ribizli, vagy akármi, ami benne van. Olyan üdítőbbé teszi az egész élmény, de ugyanolyan... Ettünk már ilyet, nem? Hát ettük azt a... ami ott van lent az acskóban. Igen, de egy az egyben... ami diós volt. Igen, de egy az egyben olyan állaga van ennek is, a borzasztó tömény, tehát max akkor elmondom, hogy a borzasztó éhesek vagytok. Egészség! Ez a Butter Kissed! Nek a toffee popcornja, ez ilyen karamellás édes popcorn. Én nem szoktam szeretni az édesített popcornokat. De én egyet, a csokisat. Ó, azt a rohadt, oda nézd! Télen. Ez nem is pop, de popcorn ez. Hát ez a ilyen... Csokis, a karamellás popcorn télen, az még aha. Úgy. Megmondom őszintén, nem tudom utálni. De... Olyan el van magának. Igen. Nem? Nem olyan. Nem, megosztó. Ez a kedvencem! Nem olyan megosztó.
Nem egy Mr. Basta! A következő cuccok az a Bar nevű márkának az Irnbrew nevű, jól mondtam? Irnbrew nevű itala. Erről fogalmam sincs, milyen íze lesz, tehát ennek csak nem is találtam meg rajta, hogy milyen ízű. Azt tudom, hogy szénsavas-e vagy nem. Ez viszont Custom Press Cloudy Apple, ez ilyen almás ízű lesz, the best picks. A legjobb leszedett almák, blended with sparkling water, ez viszont ilyen szénsavas alma lesz, az meg fogalmas is. Ha tippelnem kéne, vagy multivitamin, vagy narancs, nem találtam ott a semmit. De ez valami... Open it up! Mi az? Ez 38% cukor van ebbe. Wow! Hú, azt nézd, milyen almalé illata van. Ennek meg ízé, cukor. Cukorszirup. Hú, ez tényleg cukor, lehet, ez csak cukorlé lesz. Mi a szar? Hát cukros... ez ilyen adjál! Gondolom cukrot. Ez ilyen edzés előtt, vagy futás előtt, vagy ja, valami ilyesmi. Ez ilyen sportital lesz, na ja. Nézzük. Ez pedig zöld almás, kicsit ilyen savanykásabb. Nézzük ezt a cukros vizet. Adjál cukrot és vizet! Hú, ez azért másmilyen almás, mint Magyarországon. Tehát egy kicsit azért olyan igen, tényleg de almás. Ennek nem csak cukor íze van. Nem, hanem olyan ebben van valami gyümölcsíz is. Nagyon messze eldugva a cukorkömtös alatt. Ez lesz egy... alkoholos italunk. Milyen gin az? Rozé, nem? Limonádés, rozés. Uh-huh. Igen, nem tudom, gin. Gin az a lényeg. Ez viszont Ben Shaw's Cream Soda Classic. Ez ilyen cream soda elképzelésünk is, mire itt kell van, gondolni. Várja. Rózsás limonád és alkohol tartalmú szénsavas ital. Rózsás limonádés. Rózsát ittál már valaha? Nem. Jól van. Rózsafűz olyan van, nem? A Szalai Ricsi csinálta, hogy megevett egy rózsát valami nőnapon. Te megiszol egyet. Na. Talán elérhetsz a szintjére. Na. Na, hát akkor egészség. Hát ez krém szóda, ennek krém... Ez megint ennek, nem... Ez ennek... megint hallod, ezt szagold meg. Ezt szagold meg. Ez ilyen... Ez ilyen... Ezt te nem szeretem. Minek hívek ezt? Ez a... Tejszínhab. Olyan, mint a tejszínhab. Tejszínhab, azért lesz ez krém szóda. Ja. Na nézzük. Ez meg gyerekek olyan, mint hogyha láttátok az amerikai kóstolós videót, abban volt egy sör, ennek hasonló illata van. Mutasd csak. Tényleg, ilyen citrusos kicsit azért, aha, nem? Az is. Mindenben ez a citrus megy. Igen. Na nézzük ezt a... Ez jó. Én azt nem fogom megkóstolni, ma még vezetek. De ezt én mindenképpen javaslom, hogy te ezt mindenképpen kóstold meg. Limonádét és a rózsát is érezni benne, akármi is ez, az a rózsa. Ez ekte tejszínhab ízű üdítő. Tehát én ilyet én még nem ittam, hogy tejszínhab íze van az üdítőnek. Azt a kurva. Tehát ez... De tök fura. Nagyon furcsa. Tehát iszod a tejszínhabot, az milyen? Egy picit gitán bele iszok, nagyon picit. Most éreztem meg a izéját. Az alkoholt. Van abba. Van abba. Jó, keserű. Hát azért nem olyan durva, 6 és feles, tehát egy kortól igazából sem. Keserű, keserű is az. Ha, várjál, berúgtam. Várjál, berúgtam. Ne ügy ide, hányjál. Gyerekek, köszönjük szépen. Lehet, hogy csak az alkohol beszél belőlem. Bebaszós live. Bebaszós live-unk volt. Ugye ez lett volna gyerekik. A brit cuccok. Ez lett volna a brit cuccoknak a második része. Köszönjük szépen a Tejpékáru Kávé Tigrósori Store-nak. Damian itt street, motherfucker. Yes sir, a támogatást, ezeket a cuccokat. Jó szórakoztunk, brit cuccok. Remélem éreztetek a videót, hogy tetszett, nyomjuk egy lájkot. Patrik csatornája a leírásban, ahogy köszönöm a volt is szépen a leírásban. Nyilván hatalmas nagy reklám értéke lesz annak, hogy az én szelíd kis leírásomban ott van a csatornán. Szelíd! De reméljük, hogy élveztétek! Szerbusztok, gyerekek! Pisztácia, sziasztok! Isti! Szerbusztok, gyerekek! Szevasztok! Itt vagyunk egy brit kóstoló videóban, az időjárás eléggé olyan. Hogy érzed magad? Fázom! Igen! Nem volt meleg. Most nincs meleg! Köszönjük szépen a cuccokat a Tej Tékáru Kávé Tigrósori Store-nak, most már megjegyeztem, ami a Damian utcában található. Ide valahova kiteszem majd a címét, itt van a Facebook linkjük, lent a leírásban pedig a linkjük. Kezdjük el! Kezdjük! Húzzál ki egyet szerintem te! Gyerek, az első a... az első a listán Cadbury Crunchy Biscuits! Ezt húztad ki, hát nyisd akkor ki te! Éhes vagyok már, úgyhogy... Éhesek vagyunk!